Elkezdődött az Untold, az el nem mondott történetek fesztiválja Kolozsváron. Az első napon mintegy 52 ezer személy fordult meg a fesztivál területén. A nagyszabású rendezvényt első alkalommal szervezték meg a Kincses városban. A fesztivál Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa program sorozatának legnagyobb eseménye. A csütörtöki kapunyítás óta folyamatosan érkeznek az Untoldra a fesztiválozók. Sorba már nem kell állni, de a bejáratnál továbbra is szinte megszakítás nélkül veszik át az érkezők a karkötőket. A fesztivál idejére a sétatér is átalakult. Bódék sorai és hangulatos díszítő elemek fogadják a belépőket. A résztvevők nem csak a nagy előadókra kíváncsiak. Most tartunk az Aquanaru koncertre, ő egy visszatérőt Kolozsváron már többször láttam, és bármikor megnézném újra, szóval ő volt az egyik, akiért jegyet vettem. A meghívottak közül néhányan vállalták az újságírókkal való találkozást. ATB-t, az egyik legismertebb német lemezlovast itt éppen arról kérdezik, mit gondol az első alkalommal megszervezett fesztiválról. Minden első alkalom jó, mert senki nem tudja, hogy mi fog pontosan történni, és ennek jó része lenni, ott lenni első alkalommal, mert ha jól sikerül és szorítok, hogy úgy legyen, hogy egy nagyon sikeres esemény legyen a jövőben, akkor én már itt voltam az első naptól, és ez nagyon jó érzés. Az Untold Fesztivál vasárnapig tart. A rendezvény 8 színpadán mintegy 150 produkciót bulizhatnak végig a fiatalok.